Stüledezni szokott a körben? Hogyne. Igen. Nagyon csúnya. Azért is ilyenek össze-vissza hozva vannak, viszont nem bírom elviselni, hogy én nekem műkörbölt, meg lakkod. Én teljesen a természetes. Az ízületek szoktak fájni? Hogyne. Körönvizsgálatot végez Szebényi Júlia a Magházban Tolnán. Az orvos előadásában a bőrbetegségekről és megelőzéseikről beszélt a közönségnek, valamint a körönvizsgálatról, amiből számos információt tudhatunk meg az emberekről. Körömdiagnosztizáló rendszert szeretnénk kifejleszteni, és számos információt tudhatunk meg a köröm vizsgálatából. Következtethetünk egy belgyógyászati betegségre, akár pajzsmirigybetegségre, tüdőbetegségre, vesebetegségre, vagy akár szívbetegségre is, és azt gondolom, hogy nagyon fontos a körmöket mindig áttekinteni minden egyes fizikális vizsgálatnál, ugyanis a köröm a bőr függeléke, ugyanúgy részét képezi a szervezetünknek, és nagyon fontos információt szolgáltat számunkra. Én azt gondolom, hogy ezt minél korábban, tehát már a gyermekeknél ezt javasolni kell, amikor már esetleg általános iskolában járnak a kis diákok, már akkor érdemes felhívni a figyelmüket, és illetve anyukát, apukát értesíteni, nagymamát értesíteni, hogy különböző szűrővizsgálatokra menjenek el, és évente legalább figyeljék a saját testüket, szervezetüket. Megemlítettem az egyik gyakori bőrdaganatot, a melanoma malignumot, ugyanis a napsütéses órák száma növekszik, közeledik a nyári szezon, és úgy gondolom, hogy fontos megemlíteni a fényvédelmet. Így felhívtam a közönség figyelmét a megfelelő fényvédők használatára, milyen típusú fényvédőt választanak, mit kell az adott fényvédőn nézni, illetve még a melanomán kívül különböző HPV vírusos eredetű elváltozásokról beszéltem, illetve a táplálkozás fontosságáról is szót említettem. Zsinka János, a Vándorló Szépkorúak baráti körének vezetője, a tavalyi esemény sikerén felbuzdulva szervezte meg a rendezvényt újra. A délután célja egy kötetlen beszélgetés volt az orvosokkal az egészséggel kapcsolatos problémákról. 2018. április első hetében volt az első ilyen egészségnapunk, és nagyon fontosnak tartjuk ezt, hogy a csoporttársainknak tudjuk, milyen az egészségi állapota, nagyon sokat járunk kirándulni, sok rendezvényre járunk, és hogy tudják ezt a programokat végig csinálni, és az idei éve úgy gondoltuk, hogy ennek egy folytatását fogjuk megejteni, hogy legyen az idén is egy egészségnapunk, és egy bőven, nem tavaly csak a Erdősi doktor volt itt, az tartott nekünk az időskorú betegségekről egy előadást, és most az idei évben egy bővebb előadás sorozatot fogunk végrehajtani. 4 orvos jött hozzánk Pécsről, és van köztük bőrgyógyász, anesztheziológus, akkor belgyógyász és egy házi orvos, és ők fognak nekünk előadást tartani. Steinbach Gergő a házi orvosok fontosságáról, a betegellátási és egészségre nevelési feladataikról beszélt, valamint a nyári időjárás elleni védekezésről szólt előadása. Fontos a megfelelő folyadék bevitel, most már jönnek a meleg hónapok. Nyáron azért nagyon sok beteget látunk a sürgősségi osztályokon kiszáradással jönni. Erről majd a Schrick doktornő is fog beszélni. Egyébként nem lenne olyan bonyolult elkerülni azt, hogy ennyi beteg jöjjön a sürgősségire, csak egy kicsit az egészségre nevelésnek jobban kéne működni itt Magyarországon. Ebben például a házi orvosoknak elég nagy szerepe van és nagy felelőssége, csak hát sajnos házi orvosok is kevesen vagyunk, és kevesebb idő jut így egy betegre, de hát reméljük a legjobbakat is. Reméljük, hogy a jövőben pozitív változások fognak következni. Az egészségnapon Schrick Diana előadásában a műtőben történő teendők mellett szó esett az akut betegellátásról, a terápiás betegellátásról és a szűrővizsgálatok fontosságáról is. Orvosként egy egészségnapon előadni végre lehetőséget ad nekünk arra, hogy a prevencióról, a betegségek megelőzéséről is beszélni tudjunk, és ne találkozzunk úgymond annyi beteggel az ellátásunk során.
Orvosként nagyon fontosnak tekintem azt, hogy a betegek egy széles spektrumot lássanak abból, hogy mi mit csinálunk, és hogy ők mit várnak tőlünk, annak mi van a másik oldalán. Szűrővizsgálatok nagyon elterjedtek manapság. A szűrővizsgálatok lehetővé teszik azt, hogy egyes betegségeket még a tünetek előtt felfedezzünk, ezáltal a később kialakuló kellemetlen hatások, esetlegesen gyógyíthatatlan betegségek kialakulását megelőzzük. Gondolok itt a rákos megbetegedésekre, amik, mint tudjuk, nagyon gyakoriak manapság. És annak ellenére, hogy gyakoriak és magas halálozási arannyal járnak, elmondható az, hogy egy kiterjesztett szűrési programmal ezek a betegségek oly mértékben megelőzhetőek, hogyha hamar beavatkozunk, akkor műtéti megoldásokkal, egyéb ezt követő kemó, sugárterápiás kezelésekkel a betegek életét megmenteni tudjuk, ha nem is megmenteni, nagy mértékben meghosszabbítani, és ugyanolyan életmódot tudnak így folytatni ezek a betegek, minthogyha egészségesen töltenék napjaikat. A Tolnai Egészségnap sikerét mutatja, hogy a tavalyi rendezvényen egy idős asszony betegségét ismerték fel időben az orvosok a szűrővizsgálatoknak köszönhetően. Ezért is tartotta fontosnak valamennyi orvos előadása mellett a közönség figyelmének felhívását a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára.